Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Sári Kovács Szilvia, Karcagváros alpolgármestere. Üdvözlöm, alpolgármester asszonyt, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a felkérést, és én is üdvözlök minden kedves televízió nézőt. A Karcagvárosi Önkormányzat Martfűn látópont díjat vehetett át az elmúlt napokban. Nos, mit lehet tudni a díjról? Hát a díjról azt lehet tudni, hogy ezt a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület alapította, és ő adja ki. Aki ezt a díjat megkapja, az látóponttá válik, ami azt jelenti, hogy az ő általa felépített értékeket, amit a közösségek kitalálnak, fejlesztenek, azok tulajdonképpen úgymond közkincsé válhatnak. Pályázni lehet erre a díjra, és a pályázat november közepéig volt beadható, és ezt követően történt az elbírálás, és a beadott anyag alapján Karcag látóponttá vált, ami azt jelenti, hogy bemutathatjuk azokat az értékeket, amiket mi helyben kiemeltnek tartunk, kiemelten kezelünk, egészen pontosan Karcag a kulturális és testvérvárosi kapcsolatainak érdekében rendezett, hagyományőrzésként rendezett rendezvényeivel, tevékenységével nevezett, és ezt ők méltónak találták arra, hogy ez talán másoknak is jó példa lehet. Tulajdonképpen ennek a látópont hálózatnak az a lényege, hogy mindenki, aki helyben valamilyen értéket képvisel, illetve értéket mutat be, és értéket közvetít a településén, azt mások is megismerjék, és az ő példájuk nyomán ők is fejlesszék ezt a helybeni képességüket, hiszen van olyan település, ahol van valamilyen érték, de ők nincsenek is azzal tisztában, hogy az mások számára az egy kiemelt érték lehet. De hogyha ezek a látópontok egymást látogatják, és így alakulnak ki a látóutak, akkor egymástól nagyon sok tapasztalatot, nagyon sok olyan ötletet meríthetnek, ami egyrészt ráirántja a figyelmet a helyi értékekre, ha még ez eddig nem történt meg, ennek a felismerése, illetve ennek az értéknek az ápolása, a közösség, közönség felé történő bemutatása és ápolása, ez másnak is úgymond követhető példává válik. Így aztán kialakulnak a látóutak, hiszen minden látópont résztvevő, 74 település van egyébként, aki már ezt a látópont díjat elnyerte, az interneten közzé teszi azt, hogy ő mivel pályázott. És a pályázat kiírása kapcsán ki is fejti azt, hogy bizonyos tevékenységeket ő hogyan folytat. Például Karcagnak a testvérvárosi kapcsolatainak az ápolása, kulturális értékeinknek az ápolása, milyen rendezvényeink vannak, ahol a hagyományainkat, kultúránkat őrizzük, átadjuk, ápoljuk. És ha ez valakinek megtetszik, akkor erre az útra be lehet jelentkezni. És várjuk a látogatókat. Elképzelhető, hogy 5-6, 7-8-10 településről is jönnek majd látogatók. Nyilván ezeket az időpontokat egyeztetni kell, hogy mindenki számára megfelelő legyen, és amikor az időpont egyeztetés megtörténik, és a program egyeztetés is megtörténik, hiszen amit az előbb fölcsoltam, ez egy borzasztó nagy merítési forrás. Elképzelhető, hogy egy-egy szeletre kíváncsiak az ide látogatók, és azt számukra kidolgozzuk, és amikor eljönnek, akkor megmutatjuk. És nyilván Karcag is részt vehet ilyen utakon, be lehet nevezni olyan településekre, ahol mi úgy gondoljuk, hogy számunkra fontos és követendő példát mutatnak be, és ezzel ötleteket lehet meríteni. Tehát tulajdonképpen ez egy ilyen ötletmerítés, ötletátadás, és az értékekre való rávilágítás, ráfókuszálás. Azt már említettük, hogy Martfűn történt a díjátadó, de hogyan zajlott? Milyen egy ilyen esemény programja? Hát tulajdonképpen megtörténtek a köszöntések, megtörténtek a látóutak és a látópontok ismertetése, illetve a látópontokként szereplő települések résztvevői is ott voltak, és természetesen megjelentek azok a résztvevők, akik pályáztak és elnyerték a látópont díjat. Volt egy kis műsor,
és ezt követően átadták a látópont díjat, aminek kapcsán Karcag egy látóponttá vált, tehát látóutakban vehet majd részt. Tehát fogadunk látogatókat, és mi is megyünk majd látópontokra látogatóként, szemlélőként. Ezt követően műhely munkák voltak, ahol már gyakorlott látópontok mutatták be, illetve mondták el, hogy az ő látóút szervezésük hogyan történt, mit ajánlottak ki, hogyan érdemes megszervezni egy ilyen látóutat, hogyan érdemes fogadni őket, hiszen nem biztos, hogy egy rendezvényre pontosan akkor tudja valaki fogadni a látóút résztvevőit, amikor maga a rendezvény zajlik. És hogyha nem tudja akkor fogadni, akkor azért meg kell azt tervezni, és összelogisztikázni, hogy be tudja mutatni azt a milliót valamilyen szinten, hogy mi van akkor, amikor az a rendezvény folyik. Ki mit csinál, ki hogyan mit mutat be, hogy az oda látogatók azért valamilyen módon részesei legyenek annak az élménynek, amit a rendezvényen résztvevők megélnek. A másik módja pedig az, amikor nem rendezvényközpontú, hanem valamilyen más értéket mutatnak be, azt is meg kell tervezni, és tulajdonképpen ezeknek a bemutatása, elmondása történt, hiszen itt azért egy kicsit betekintést nyertünk abba, hogy akkor gyakorlatilag hogyan is folyik majd ennek a megvalósítása és kivitelezése. Úgyhogy tulajdonképpen okosodtam, hogy hogyan kell majd fogadni a településeket, akik jelentkeznek hozzánk, illetve előtte hogyan kell felkészülni a fogadásukra, és hogyan kell összeállítani azt az anyagot, ami majd ide csábítja a látóutak látogatóit. Karcagra. Ez egy óriási lehetőség a városnak, ezekkel a látóutaknak a szerzésével, hiszen akkor rengeteget tudunk ebből profitálni. Így van, tehát ez nagyon-nagyon jó kapcsolatépítő esemény lehet, illetve nagyon sok ötletet lehet meríteni, szerezni egymástól, illetve segítségeket is ki lehet alakítani a települések között. Én úgy gondolom, hogyha ezt valaki komolyan veszi és komolyan csinálja, akkor nagy erőforrás lehet a helyi kulturális, közösségi élet fejlesztésében és mindennapos megszervezésében és lebonyolításában. Felmerül bennem a kérdés, hogy van-e már olyan látóút, ami tervben van, amire esetleg majd jöhetnek különböző városok? Még nincsenek, hiszen nekünk is most kell majd kidolgoznunk, hiszen a díjakat most osztották ki. Ezt követően minden település megkapja, aki most újra látópont lett, látóponttá vált, megkapja a felkérést az Egyesülettől, hogy akkor dolgozza ki konkrétan, hogy mivel várja a látogatókat, és ezt most minden új település megteszi, illetve a régieknek is megvan. Megvannak ezek a felkínálásai, illetve ezek a felajánlásai, ezek a programjai, és ezt követően nyílik majd meg az a lehetőség, hogy megtekintse mindenkinek a kínálatát, és ezt követően indulhat el majd az, hogy ki hová szeretne menni. Nyilván ehhez forrás is szükséges, ennek a megtétele, illetve a biztosítása is most még csak tervezés és kivitelezés alatt van. Én úgy gondolom, hogy ebben az évben vagy jövő évre ez is kikerekedik, és akkor megvalósítható lesz konkrétan a látópontok és a látóutaknak a látogatása. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!